Szia! Szia, Sahari! Szia! Szia! Hello! Szia! Te is tudod? Persze! Vulkánit. Nagyon jó. Vulkáni Vagy mi? ötödlés. Zoltán? Zoltán! Így van. Szia, Sára! Jól Szia! vagy? Jól! Hát te! Én is nagyon jó. Egy kis gyereke játszottam ma nagyon sokat, és nagyon jó volt. Két éves, és borzasztó aranyos, és nagyon cuki. Igen. És olyan dolgokat mondott, hogy enyém, meg ilyenek. De akkor te így kontaktálsz emberekkel, ott nyilván Kecskeméten egy picit más, mint Budapesten. Itt sokkal Igen. kétségbeesettebb, és ilyen, nem tudom, ilyen parázósabb a hangulat. Persze, nagyobb a népsűrűség, igen. Itt, jól tudom, a vidéken hétfőn indul el az enyhítés. Ha egy ilyet lát az ember, így azt érzi, hogy szeretne gyereket nagyon. Igen. Arra a pár órára. Nagyon jó. Annak is örülök, hogy ez az első témánk. Igen. Na igen. A második lehetne az, hogy hogy vagy. Hát figyelj, én jól vagyok, jól vagyok. Tulajdonképpen megtalálom a hasznát ennek az időszaknak, azt hiszem elég jól, meg nagyon jól esik így az otthonunkat. Csak nem festettél? Hm? Csak nem kifestettétek a lakást? Hát azt nem kellett, de mondjuk így rendet raktam az ilyen olyan szegletekbe is, amihez az életben nem nyúlnék. Uh-huh. Kamra, olyan polcok, ahol tudod, ilyen iratok, szerződések, amit itt soha nem vennél elő, mert aha, nyilván egy szabadodat nem ezzel fogod tölteni. Ez olyankor reális, amikor az ember hetekig ráér, és akkor egy nap nem árt egy ilyenre elmenni. Nem, nem árt, hogyha vagy egy ilyenre, de egyébként egyetlen nem rossz, tehát hogy így megvan a maga, én megtaláltam azt az örömet abban, hogy rendet rakni, takarítani, hát olyan fék. Lehetőséget. Abszolút, és mint sokan ebben az országban, azt hiszem, hogy én is pékséget fog nyitni, amikor itt az idő, ugyanis elképesztően tehetséges vagyok a kenyérsütésben. Mindenfajta beképzeltség nélkül merem mondani, mert hát most már saját kovásszal dolgozom, tehát ami olyan különbség, olyan finom a kenyér, olyan más, eleinte élesztővel elkezdtem nyomulni. Olyan menő, hogy fölvettem a napszemüvegemet. Annyira kovásszal. Péter, fogok neked készíteni egy kenyeret, és most volt a névnapom, nemrég. Ja, tényleg, igen. Tegnap. Na, egy utó névnapi kenyeret fogsz tőlem kapni. Csodálatos. És elképesztő, tehát, hogy eszméletlen. Jó, figyelj, én szeretem a jó kenyeret, és a saját kovásszal ez írtózatosan menő. Nagyon menő, tényleg az. Hát így, figyelj, ehhez is az kell, hogy az ember tudjon itthon lenni, mert igazából nincs vele sok munka, csak nagyon sok idő kell így, hát kvázi felügyelni idézőjelbe, tehát mit tudom én, ez egy másfél nap. Tényleg fantasztikus. Na jó, de tök jó, hogy a gasztronómiára elvesztünk ki, nagyon örülök neki, mert kenyér az most nincs itt, de van bor. Misi, mit szólsz? Igen, kóstoljuk meg ezt a bort, és mondjuk el a nézőknek is, hogy egyetem, mi ez a bor? Igen, nemrég hozta nekem egy nagyon-nagyon kedves lány egy 2018-as sárdonét. A katonapincészet. Így van, ahol mi játszottunk is annó. Így van, ez a hosszú dűlő. Ez az. Ahonnan szüretelték a szőlőt. Na, hát én akkor így töltök is itten a... Igen, jó, addig én elmondom, hogy ez egy Balaton-Boglári sárdoné 2018-as, ugye tisztáztuk, hogy hosszú dűlő, oltalom alatt álló eredet megjelésű száraz fehérbor. Termelte és parackozta a katonaborház. Szulfitokat tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy ez egy kicsi ásványosabb lesz, és hogy jól emlékszem arra a dűlőre, hogy azt mondták, hogy ott ez jellemző is, ezeken a dűlőkön az ásványosság a borra. Az empirikus részéről tudok mondani olyanokat, hogy nagyon finom az illata, de nagyon. Igen? Mi nem emlékeztetek? Ez egyébként valahogy rémlik nekem most már a sok éves gasztroszínházazás után, hogy a Chardonnay az egy nagyon illatos, nagyon könnyű, szinte ilyen virágaromát lehet benne felfedezni, illetve amiket szintén tanultunk, ugyebár, amikor az ember így megforgat. Armiterinessége. Akkor ugye mennyire marad rajta a pohár. Glicerin. Glicerin. Az. Nitroglicerinből a glicerin. Fehérborhoz képest ez közepesen testes. Szerintem alkoholra van 13, biztos. Megnézzük. 13-as. Ez egy komolyabb borocska.
és színén, a színében is szerintem nagyon-nagyon szép borról van szó, nem egy átlagos színvilága van, egy szép tükrös, és nagyon kellemes színe van. Illatában te érzel, én valami kis fanyarságot is érzek amúgy. Amúgy igen. Hogy ez az üde tavaszi mellett azért, ezt őszies jegynek, ilyen vörösborokban gyakori ez a fanyarabb illat, gyümölcsös, fanyar gyümölcsös dolog. Én ebbe érzem. Nekem van benne most egy ilyen lila akát. Ugye? Hát én megkóstolom. Hát akkor mit is várjunk? Egészségedre. Ezt már kifejlesztettük, ezt a kocintást. Egészség. Nagyon jó. Kompót. Tényleg? Kompót. Nekem birsalma kompótot is hoz. Azt is mondanám, hogy ilyen citrusba hajló. Ugye a birsalma és a citrommal nagyon jól látható. Hú, ez a bor, ez nagyon tetszik. Igen, és éppen ezért tudom elképzelni, hogy például egy jó kis kecske sajtal ez milyen isteni finom lehet. Mm. Igen, egyébként az van, hogy pont most, amikor készültem erre a beszélgetésre, annyira betört nekem az az érzés, hogy így mennyire hiányzik az, hogy játszunk. Hogy így eddig talán nem is kapott el ennyire, hogy így tudod, amikor ilyen vágyakozó hiány van valamiért, hogy nem is úgy hiányzik, mint ami valami, hogy mint ami így elmúlt, hanem ez, amikor így most nincs. Olyan hangulatokba vettünk részt, és remélem, hogy emeltünk is rajta a munkánkkal, hogy úgy hiányzik. Na mindegy. Ez. És akkor mit csinálsz? Bábozol az oknikkal? Vagy amikor rátöröd a hiány, akkor nem, de ez nagyon átmész imprózni-a? Szerintem. Nem, most egyáltalán semmi ilyesmilyen tevékenységet. A boltban nem játszottad még el, hogy orosz kém vagy valami? Nem. Nem. Nem, valahogy nem. Nem, semmi ilyesmi. Nem őrültködsz sehol, megérzed is, hogy minek. Hát hiányzik, mint az állat, de nem. Jaj, Ulla! Ulla mester! Jaj, Isten! Sok vagy! Túl aranyos vagy. Úristen. És olyan érdekes, Péter, amúgy, mert most pont, de persze nem akarom, hogy ez a videó erről szóljon, de pont most fejezek be egy könyvet, amit egy holokauszt túlélő nő írt, akiből egyébként pszichológus lett, és arról szól, hogy most nem akarom elmesélni az egészet, de nyilván ő is egy ilyen kvázi visszaemlékezés szerűen leírja, hogy mi történt, és hogy aztán ő úgy dönt, hogy nem hagyja, hogy az egész életét ez a trauma határozza meg. Most én tökre ebbe vagyok benne. De jó. Tehát, hogy baromi sokat foglalkoztat engem ez a könyv, amit szerintem ma be fogok fejezni, és nagyon, nagyon, nagyon sok gondolatot ébresztett bennem ez az egész dolog. Valahogy lehet, hogy pont ami miatt, mert most is valamilyen furcsa változás van, amiben tök sok veszteséget él meg az emberiség, félreértés nélkül nem is akarom összehasonlítani, sem erről van szó, csak valahogy így ez a téma eddig is, mindig is valahogy felvetődött az életembe. És ha nem olvasol, akkor mit csinál, és nem takarítasz, akkor sétálgatsz? Nem szoktam olyan nagyon sokat, azért ezt be kell valljam, tehát most így azért az elmaradozik. Tehát a 60 napos insanity-t nem csinálod most? Amit? Mindenki ezt a 60 napos insanity edzést csinálja, és már arra számítottam, hogy te is azt mondod, hogy igen, én az valami olyan, ez pont a Petya mondta nekem, az valamilyen tisztító ilyen ízélés, hogy nem szabad szexelni. Nem egy tisztító ízélés, nem, sajnos nem erről van szó. Én is csinálnám, ha ilyen tisztító ízélés lenne. Nem, ez egy ilyen nagyon erős ilyen kardio edzés program, ahol mondom, erőlétim, és nagyon sok ilyen gyors mozdulat van benne. A vicce ezt mutogatta, ezt. Hogy ezt kell nagyon gyorsan csinálni. De ő ezt amúgy is csinálja tök sokszor, szóval... Ezt? Igen. Mert nagyon rendszeresen elkezdtem futni. Igen? Igen, hol? Igen. Hol? De minden... Itt lakunk ugye a Gellért-hegy lábánál, és akkor felfutok a hegyre. És ugye a Gellért-hegy
az elképesztően gazdag természettel bírt. Mindig hallgatok valamilyen podcastet, most erre tökre rászoktam, ilyen nagy változatokat. Fú, van egy nagyon jó, az a neve, hogy zöld egyenlőség, és ilyen ökológiai gazdasággal foglalkozik. Itt inkább anyagi és gazdasági fejlődésről van szó, hogy mi a tökömért nem elégszünk meg azzal, ami van. Nagyon jó kérdés. Mindenből? Nagyon jó, és olyan és nem, és azért tetszik ez a podcast, mert nem csak ilyen filozofálgatás megy, meg ilyen siránkozás, hanem ezek tudósok, akik gyakorlati megoldást is tudnak, vagy keresnek. Igen, pontosan. Meg franciául tanulok. Egész olyan. El tudnál mondani franciául? Ez egy fehér bor? Igen. C'est une vin blanc. Nem, vin blanc, bocsánat, mert ez hímnemű, a bor az hímnemű. A ton santé. A ton santé. Úgy. Jaj. Paf. Isten. Isten. Így fejlesztem az agyamat. Aha. Én sakkozom, meg szókirakózom. Hú, de jó. A sakk az nagyon jó. A sakk az most nagyon elkapott. Hogy sakkozol, ki tudsz? Öcsémmel. Online sakkozom, meg rengeteg ilyen online, igen. Most kiveséztük ezt a sakkot. Most jövünk bele, ígyunk még egy kicsit, jó? Adjunk még egy 5 percet ebbe. Kóstolásra ajánljuk amúgy, mert tényleg elmondani nem könnyű, de annyit el lehet mondani, hogy mindenféleképpen érdemes ezt megkóstolni, ha találkoztok ezzel a borral, mert nem fogtok csalódni. Hogy most így a tavasznak így a derekán vagyunk annyira, ez szerintem egyébként az évnek az egyik legklasszabb időszaka, vagy legalábbis én nagyon sok örömömet lelem benne, és valahogy, mint hogyha ezt adnám vissza. Én legalábbis ezt érzem rajta. Jó van, Péter, akkor... Szia, Sára! De a másikkal nem egy olyan jó. Szia!